Az előző videóban megismerkedtünk a variancia és szórás fogalmával, megtanultuk, hogy mind a kettő az átlag körüli szóródásnak egyfajta mutatója, megtanultuk, hogy hogyan kell őket kiszámolni, és megismerkedtünk a szabadságfok fogalmával is, mely több más mutató mellett a variancia és szórás esetében is egy fontos korrekciós lépésként jelenik meg. Megtanultuk azt is, hogy a variancia a szórás négyzetét jelenti, és innentől kezdve, amikor szórásról beszélek, akkor azokat az állításokat, azt a varianciára is érthetitek. Az egyszerűség kedve miatt azonban mostantól a szórásról fogok majd beszélni. Tehát most már tudjuk, hogy hogyan kell kiszámolni egy minta elemeiből a minta átlagát és a minta szórását, már csak azt kell megtanulnunk, hogy ezt a szórási értéket hogyan tudjuk értelmezni. Tehát mekkora az az érték, amire azt tudjuk már mondani, hogy ennek a mintának nagy a szórása, mekkora az az érték, amire azt mondjuk, hogy ez a szórás, ez kicsi. Sajnos az a rossz hírem, hogy nincsen egy kritérium érték, hogy azt mondjam, hogy 7,2-től kezdve minden szórást nagynak fogunk tekinteni, mert egy mintának a szórása az mindig függ az adott változónak a skálázásától. Nézzünk erre egy nagyon egyszerű példát. Fél év során iratok a hallgatóimmal egy kis ZH-t, ez egy nagyon gyors, ilyen kis röbb ZH, összvisz 5 kérdés van, és akkor ennek megfelelően 0-tól 5-ig lehet rajta pontokat elérni. És akkor évvégén írunk egy nagy ZH-t is, ez egy komolyabb dolgozat, 100 feladat van benne, tehát ennek megfelelően 0-tól 100-ig lehet benne pontokat elérni. Tegyük fel, hogy a fél év során iratott kis ZH-nak az átlaga 3-ra jön ki, fél év végén iratott nagy ZH-n pedig 85 lesz az átlag. És tegyük fel, hogy mind a kettő mintának a szórása 2-re jön ki. Most mi ennek a kettes szórásnak a jelentése? A kis minta esetében a kettes szórás rendkívül nagynak számít, hiszen egy 0-tól 5-ig terjedő skálánt a kettes szórás gyakorlatilag teljesen lefed. Ez azt is jelenti, hogy a kis ZH esetében az átlagos 3 pont egyáltalán nem jól reprezentálja a mintát, várhatóan a 3-as ponttól rendkívül szélsőségesen eltérhetnek bármelyik irányba a személyek. Ezzel szemben a nagy mintán kapott 2-es szórás rendkívül kicsinek számít, tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hallgatóim nagy része gyakorlatilag majdnem ugyanazt a pontszámot érte el, egy ilyen erős 4-esnek megfelelő pontszámot ért el a nagy ZH-n. Tehát ebből lehet látni, hogy a 2-es szórás értéknek önmagában nincsen jelentése, azt mindig az adott skála lehetséges skálázódásának figyelembevételével kell értelmezni.